Brüsszelben bemutatták a Magyar Universia de pályázatot, egyúttal el is álltunk a 2019-es nyári egyetemi sportjátékok rendezésétől. A visszalépés oka a szervezési díj nagysága és a média jogok elosztási rendszere. A pályázatot a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség szeptember közepén nyújtotta be. A rivális Baku is visszalépett néhány nappal ezelőtt. Így végül Brazília városban lesz az olimpia utáni második legnagyobb világesemény. Kis professzor, a szervezet elnöke most a hátraarc részlet. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Csalódott! Engedje meg, hogy kiavítsam magát. Nem hátraarc van, és nem visszalépés van, hanem halasztás van. Tehát a Magyar Egyetem Főiskolai Sportszövetség, amelyik a jog tulajdonosa annak, hogy pályázzon az ország országból valaki, mert mi vagyunk a tagszervezete a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetségnek, az továbbra is szeretné megrendezni a Univerziádét. Ha most 2019-ben nem jön össze, akkor 2023-ra mindenképpen szeretnénk ismét pályázni, és szeretnénk megnyerni a az univerziádi rendezési jogát. 21 ugye nem jön számításba, akkor van a vizes világbajnokság a Magyarországon. Professzor, hát akkor lovagolhatunk szava, szavakon, akkor ez nem hátra mindesetre nem. most visszalépés, az is tímmel, igaz? Az nem, az én a nem visszalépésem, visszalépésem halasztás. Az, de... az a helyes szóval de facto ugyanazt jelenti, csak megítélésem szerint. Ebben a pályázatot benyújtottuk. Igen, na most de... azt szeretném, azért szeretném ezt elmondani. Igen, el. mert ugye ez egy furcsa helyzet, mert a pályázatot benyújtottuk, és ott voltunk, és meg is mutattuk, igaz? Igen. De aztán Már, elálltunk tőle, akkor a jó szó Nem, nem el kell, el kell mondanom az egésznek a folyamatát. Igen. Szeptember 14-én adtuk be a pályázatot, amelyikben a 19-es nyári univerziádénak a megszervezésére és megrendezésére pályáztunk. Ehhez természetesen garancialeveleket kellett adni, többek között miniszterelnök úrnak ott volt a garancialevele hogy Magyarország támogatja az univerziáda megrendezését, de a levélben, én ezt levelet én adtam át, tehát tudom, hogy mi van benne, az szerepelt benne, hogy szeptember-októberben a munkatársaink tárgyalnak néhány kérdésről, és annak a függvényét, annak az eredmény, tárgyalások eredményének a függvényében kapjuk meg a végső garanciát, vagy nem. Tehát akkor ez, ez volt ez egy a garancia levélben. levél volt, amiben, ami nem a végső garanciát tartalmazta, hanem a végső garancia előtti garanciát. Tehát így talán ez egy helyes így megfogalmazni, talán én úgy fogalmaznám meg, hogyha akarunk venni egy lakást nagyon tetszik a lakás, amiben be belementünk, akkor lefoglaljuk a lakást arra, hogy majd egy hét múlva tárgyunk néhány dologról, bonyolult dolog egy lakásvétel, és utána majd meglátjuk, hogy mi A világos a sok, lakás, az elbukja. Nem. Na most e, e, ugye az univerziádérnél lényegesen bonyolultabb. A munkatársaim ki voltak Brüsszelben, és a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetségnek a vezetőivel komolyan tárgyaltak. Lényegében ezek a tárgyaláson három olyan szempont merült föl, amelyik rendkívül fontos a végső döntés szempontjából. Az első az, hogy óriási a licenzdíj maga. Tehát Mennyi az? Ez, az, ez az, hogy... magyar pénzre átszámítva 7 milliárd forint, kb. 23 millió euró. Tehát ez ez egy óriási összeg. Kifizet, azért, hogy rende, megrendezhessük, és ennek ráadásul még az ütemezése is olyan, hogy az első részlet mert az idén aktuális lett volna. Az mennyi lett volna? Uh, ennek körülbelül az egyharmada. Egy már mm. most aktuális. Tehát lett több mint már most kellett volna Tehát fizetni. ez már a az eredménye volt, nem szívesen beszélek erről, de ez már, hogy, hogy csak ennyit kellett volna kifizetni, az Jó, már. még többről is szó lett volna. Volt. Az egészet ki kellett volna fizetni. Még idén. Már, igen. Aha, Igen, tehát azt hát... mondták, hogy az alsó az, hogy a 7 milliárdot fizessük ki. Így meg, van. Mivel. Tehát ez a szabály a, tulajdonképpen, és ez egy nagy eredmény volt, hogy azt mondták, hogy nem kell az egészet kifizetni. De hát, Mi volt eh, még, ami itt. Eh, 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 itt van néhány olyan dolog, amit a kívülállók kevésbé ért meg. Az egyik példa az volt, hogy van az Univerziádi falu, amelyik egy teljes biztonsággal lefedett területnek kell lenni, és ez természetesen arra vezet, hogy csak olyan létesítményt lehet erre felhasználni,

Gyakorlatilag erre a célra építettek, amelynek van egy valamilyen értelme utóhasznosítása. Szerintem túl szigorúak a követelmények, és erről is folyt tárgyalás. Ebben a részben kevés engedményt kaptunk. Uh -huh. Aztán végül pedig a harmadik. Tehát ez növelte volna a költségeket, hogyha megkaptuk volna, akkor kellett volna uh, egy nem, ilyen szóval a tervén, szerepelt, uh -huh. ugye talán visszaemlékeztetek uh -huh. rá, hogy József Városi Kínai Piacnak a helyén lett volna egy ilyen univerziádi falu, amelyet természetesen azonnal tovább lehetett volna hasznosítani szociális bérlakások címén, és ez megítélésem szerint egy jó ötlet is lett volna. Végül pedig a harmadik, ugye a média jogok, amelyeket az Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség magának igényel, ez is egy aggályos dolog, hogy ez ennek az elosztása milyen. Szeretném azt megjegyezni, hogy a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetségnek a vezetői rendkívül előzékenyek voltak, és nagyon jó, korrekt tárgyaló partnerek voltak, és ezek után, amit elértünk, bemutattuk itt Budapesten, és ezek után nem kaptuk meg a. És akkor azt mondta a kormány, hogy ezt, tehát ilyen formában ezt így ne. Erre azt most nem. Most azt. Azt. azt szeretném mondani, hogy a pályátot a Magyar Egyetemi Főiskolai Sport, bármennyire nevetséges is, mert nem vagyunk egy hatalmi ág, mi adtuk be a pályátot, és azt, hogy halasztunk, azt azt a döntést is mi hoztuk meg. A pályázat azonban rendkívül magas színvonalú volt, ezt a Nemzetközi Egyetemű Sportszövetségnek az illetékese is elismerték, és ez volt az oka annak, hogy annak ellenére, hogy elhalasztottuk a pályázatunkat, fölkértek minket arra, hogy mutassuk be a pályázatot. A, ezt a végrajtó az ülése meg is tettük, és Őszintén megmondom, hogy nagyon nagy sikert arattunk. Bemutattunk egy filmet, bemutattuk magát a pályázatot, és tényleg mindenki gratulált a prezentációhoz, aminek természetesen már nem volt tétje. Hát, mert, mert, mert ugye azt jelenti, hogy akkor versenyen kívül mutattuk már ezt. Göz? Így van, így van, tehát előzőleg hivatalosan lemondtuk, ez a hivatalos, annak ellenére, hogy informálisan október végén már tájékoztattuk a Nemzetközi Sportszövetségnek a vezetőit arról, hogy halasztani fogjuk a pályázatot. Tehát kb. mint Baku. Nem tudom, hogy Baku pontosan mit mondott, azt tudom, hogy mi mit csináltunk, uh -huh. és november 8-án írtuk alá azt a levelet, amelyben hivatalosan elhalasztottuk a pályázatunkat. Összesen, amikor a kormányhoz visszamentek, és már tisztába került az, hogy milyen engedményeket lehetett elérni, és miben nem lehetett engedményeket elérni, akkor amire a kormány azt mondta, hogy ezt most így ne, az milyen összeg volt. Amire garanciát kell de ez Először is hadd javítsam ki abban, hogy a kormány evel kapcsolatban állást foglalt, de de facto ez nálunk úgy jelentkezett, hogy nem kaptuk meg a megfelelő garanciát. Az összeg ugyanaz, mint amennyit a pályázatban leírtunk, a maga rendezés, és most nem beszélek arról, hogy ennek egy. Sor olyan bevétel van, amelyik gyakorlatilag a rendezés időpontjában már visszajön, de a rendezés maga 21-22 milliárdba került volna, és ez jött volna még a jogdíj, amelyik mintegy 7 milliárd. Tehát 28-29 milliárd lett volna az Univerziádénak a rendezése, költség. és a most a teljes költséghez hozzá kell adni az Univerziádé falut, amelyik szintén kb. 30 milliárd lett volna. Ezt azonban teljesen Európai Uniós pénzből szerettük volna felépíteni. Uh -huh. Tehát akkor így ez az költségvetést 20 milliárdok, 28-29 meg, Ebből és van egy olyan... eu forrásból további 30 ször ször Talán hadd tegyem azt hozzá, hogy természetesen a munkatársaimmal komoly analízist végeztünk, hogy mennyi az, amennyit vissza lehet azonnal szerezni, és talán azt mondanám, hogy a nettó kiadás, amelyet ki kellett volna 1919-ig adni, mindegy 16-17 milliárd forint lett volna. Ez a visszalépés, amit ön Engedje után, meg, hogy... halasztásnak halasztás, szeretne. Igen, igen. most tehát más szót használunk, de az, ön azért nevezi halasztásnak, mert szeretne újra, Úgy majd 2023-ban nevezni. Ez, ez jelent valami presztízsvesztességet? Én megítélésem szerint különösen a rendkívül sikeres föllépés után nem. Mindenki megért, hogy egy felelős döntéshez elemezni kell a részleteket, és a magyar kormány a részletek elemzése után döntött úgy, hogy ezt a 19-es univerziádét nem támogatja. Nem adja meg rá a garanciát. Félt a feladat volumenétől? Vajon? Ez nem tudok hozzászólni, megítélésem szerint itt egy felelős döntés történt. Ugye a kormánynak sok minden más is figyelme kell venni, mint sportszakmai szempontokat. Én, mint a Magyar Egyetem Főiskolai Sportszövetségnek a vezetője, természetesen nagy álmom, hogy Budapestre hozzunk egy univerziádét, egy ilyen nagy eseményt, hogy két hétre gyakorlatilag fókuszba kerül az országunk, meg a városunk, és remélhetőleg a magyar sportolók remekül szerepelnének egy ilyen hazai univerziádén. De rengeteg más szempont van is, szempont is van, amelyet természetesen politikai szinten kell mérlegelni, így például a költségvetési hatások, az egyéb eseményekkel való korrelációnak a hatása, és így tovább. Tehát én úgy gondolom, hogy egy, egy felelős döntés történt akkor, amikor az univerziádinak a sorsa ez lett. És akkor viszont nem volt kicsit elhamarkodott ez a pályázat? Nem, én megítélésem szerint nem, hiszen uh -huh. a, annak idején a miniszterelnök a levelében kifejezte, hogy a sportot támogatja, az univerziádét támogatja, és hát természetesen a részletekben van az ördög, és azokat kell kitárgyalnunk, és ezek a tárgyalások lefolytak, és amit elértünk, sokat elértünk, de ez még mindig nem volt elég ahhoz, hogy a garanciát megkapjuk. És akkor 23 óra ki kifutnak, az biztos. Nagyon szeretnék. Hát természetesen négy év hosszú idő, sok minden történhet a világban is, meg Magyarországon is, de én úgy gondolom, hogy 23-ban a reális esélyünk van arra, hogy ismét jól szerepeljünk. Meg is szeretném jegyezni azt, hogy a magyar pályázat rendkívül jól szerepelt. Tehát informális beszélgetéseken mindenki dicsérte a színvonalát, a sportszakmai elkötelezettséget, és azt, ami szerepelt benne, az egy jól összeállított pályázat volt. Hát bármilyen 23-ban, van már egy pályázatuk, azt kell majd újra beadni. Hát általában én az egyetemen dolgozom, és nagyon sokszor pályázom különböző helyekre, és általában az igaz, hogy egy régi pályázatnak bizonyos elemeit át lehet venni, és a struktúráját meg lehet tartani, de azért sokat kell majd dolgozni akkor is. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy itt volt és megvilágította ennek a döntésnek a hátterét. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.